Tavaly nyár óta nem végzett termelést a szakói biomassa erőmű, amelynek kéményei szeptember közepe óta ismét füstölnek. A vállalkozás a veszteséges időszakban óriási adóságállományt halmozott fel, így sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán megmenthető-e, mondta el az új üzemeltető cég igazgatósági elnöke. Az erőművet ténylegesen itt helyszínen is megismerve döntöttük el, hogy ebből lehet újra erőművet csinálni. Ez megerősített bennünket, és hatalmas munkával sikerült megállapodni a hitelezők legnagyobbikával, a bankokkal, és jelen pillanatban, mivel már az erőmű működik, 55 alkalmazottal, 17,3 megawatt teljesítménnyel, a fő célunk az, hogy az erőmű más egyéb beszállítókkal és más egyéb hitelezőivel is egyességre jussunk, az igényeket rendezni tudjuk, és folyamatos üzemet tudjunk biztosítani. A 19,6 megawatt névleges teljesítőképességű biomassa erőmű a kéthetes tesztüzemet követően kezdett el villamos energiát termelni. A kormány örömmel veszi azt tudomásul, hogy a 2020-ra vállalt megújuló energiás arányt, az a 14,65%-ot biztosan el fogjuk érni, és ebben már most 30%-ot tesz ki jelenleg is a biomassa erőművek az összenergiatermelésben, és éppen ezért a kormány, hogy ezt tovább fokozza, vagy fejlessze, 750 milliárd forintot biztosít Európai Uniós forrásból a 2020-as ciklus végéig ilyen jellegű beruházásokra, és ezen belül a hőtermelésre meg 65 milliárdot. A rendezvényen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, az újra megnyitott erőmű több piaci szereplőnek is előnyére válik. Én szerintem ez egy nagyon rentábilissá tehető erőmű akkor, hogyha a hulladékhő hasznosítása is megtörténik. Én úgy látom, hogy az az elmúlt másfél-két év, amikor haldoklott egy új erőmű, az annak végét kell vetni, mert hogy ez a térségünk érdeke, ez a népgazdaságnak az érdeke is, mármint hogy a gazdaságunk igényt tart az itt megtermelt biomasszából keletkező energiára, máskülönben a beszállítóknak, az erdőgazdálkodóknak is érdeke, hiszen nem kell Bécsbe és Nyugat-Magyarországra szállítani a faprítékot, hanem itt a nyírség közepén le tudják adni, és pénzt tudnak a hulladékból csinálni. Simon Miklós hozzátette, az erőmű további fejlesztésére a hulladékhő és az égésből visszamaradó, egyébként a mezőgazdaságban felhasználható termékek hasznosítására Európai Uniós forrásokból további támogatásokra pályázhat a vállalkozás.